Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és szeretettel köszöntöm beszélgetőtársaimat, Bajkó Lászlónét és Hopány Boglárkát, kedves munkatársaimat. Ma Isten tiszteletéről, Isten személyének a megbecsüléséről fogunk együtt gondolkodni. Minden értelmes lény valamelyest tiszteli, becsüli, értékeli azt, akinek a létezését köszönheti, és ma ezzel az igen érzékeny és nehéz témával fogunk foglalkozni. Mielőtt azonban témáról beszélgetnénk, szeretném, hogy együtt gondolkodjunk általában a tiszteletről, megbecsülésről. Legyen szó családról, házastársi kapcsolatokról, munkatársi kapcsolatokról, egyáltalán a mai média hogyan hat arra, hogy mi emberek egymást jobban szeressük, jobban becsüljük. Hogy látjátok ezt ma a mai társadalomban, az emberek között, emberi kapcsolatokban? Mit jelent az, hogy tisztelet, megbecsülés, hogyan működik ez? Ritka kivételtől eltekintve én úgy gondolom, hogy egészen mást értékelnek és mást becsülnek az emberek ma, mint például a gyermekkorom idején. Nekem nagyon kínálkozik ez az összehasonlítás, a gyerekkoromra való visszatekintés. Nagyon szerettem a nagymamánál nyaralni. Emlékszem, hogy Benedek Elek mesekönyvéből mennyi mesét olvasott, jártuk az erdőt, leszánkáztunk a bátyámmal a havas domboldalon, vagy éppen az önfelett gyerek sereggel ott, akik a falun éltek, bunkert építettünk. Akik hasonló korúak, vagy idősebbek, mint én, bizonyára emlékeznek arra, hogy gyermekkorunkban a televízióban hétfőn nem is sugároztak műsort. Ilyenkor nagyon sok otthonban előkerült a diavetítő, és ezek a statikus állóképek még némi teret engedtek a gyermeki fantáziának. Emlékszem arra is, hogy a szüleim házasságából érzékeltük a nézeteltéréseket, de ugyanakkor azt is érzékeltük, hogy értéknek tekintik, komolyan gondolják a házasságukat, kívánják megbecsülni egymást, és hittek a problémáik megbeszélhetőségében. A legtöbben a szüleim korosztályából gyengeségnek, megfutamodásnak tekintették a válást. Nagyon szomorúan tapasztalom, hogy manapság a házasság, és egyáltalán az ember a különböző egyéniségek tisztelete nem minősül ugyanolyan értéknek, mint akár néhány évtizeddel ezelőtt. Inkább nem kötnek házasságot, inkább egérutat hagynak maguknak az emberek, hogy ne is kelljen teljes egészében és teljes felelősséggel egy másik személyt felvállalni. És inkább a fiatalság, a szépség, a hírnév, akár megérdemelt, akár nem, a szabadosság nagyon-nagyon sok téren értékké nőtte ki magát. Nagyon sokan beszélnek manapság a média romboló hatásáról. Én a média hatását csak egy halmaznak látom egy nagyobb jelenségcsoportban, ami egyre egyértelműbben, kirajzolódóan egy végpont felé futtatja emberiségünk történelmét. Ennek a folyamatnak a megmutatkozása, ez lehet egyrészt félelmetes, de nagyon sokaknak bizakodást is jelenthet, akik a hitük alapjainak a beteljesedését látják, illetve ennek részeként látják ezt a folyamatot. Elég nehéz társadalmunkban a tiszteletet, a megbecsülést megtapasztalni már, de nagyon jó érzés, hogyha ilyesmivel találja az ember magát szembe. Én is ugye pedagógus vagyok, gyermekekkel is foglalkozom, és nagyon jó érzés, amikor a gyerekek tisztelik, megbecsülik a munkámat és személyemet is. A munkatársi közösségben volt erre már tapasztalatod, kedves Maja? Hogy látod ezt munkatársi közösségben? Van pozitív élményed is egymás tisztelete, megbecsülése területén? Igen. Én szeretnék arról beszélni, hogy amikor kezdő gyakornokként 1974-ben elkezdtem dolgozni, mennyire másak voltak ezek a kapcsolatok, akár a munkatársi kapcsolatok, vagy a főnök beosztotti viszony. Én rettenetes nagy tisztelettel voltam a vezetőm iránt, sokszor napokig vagy hetekig nem láttam őt, mivel hogy
egy-egy értekezleten, egy-egy munka értekezleten találkoztunk csak, de volt, amikor, mivel mondjuk számítógép nem lévén, írógépünk volt, volt, amikor az ő utasítására minden morgolódás, minden háborgás nélkül ugyanazt a határozatot 6-szor legépeltem, hogy megfeleljen neki, hogy teljesen az ő elvárása szerint készüljön az a határozat. Én azt tapasztalom, hogy mind a munkatársi kapcsolatok, mind a főnök beosztotti viszony úgymond elpiacosodott. Mit adok, mit kapok. Az a tapasztalatom, hogy én egyre jobb munkatársi közösségbe kerültem. Ez nagyon ritka, és én ezt nagyon megbecsülöm. Alkalmunk van arra, hogy nem csak a munkánk során, de egy picit a személyes életünkbe is be tudunk egymásnak tekinteni, és ezáltal egy picit segíteni tudjuk egymást, és így könnyebbé tudjuk tenni a munkai életünket, a munkai kapcsolatainkat. Egy komoly lehetőség számunkra az, hogy Istent, a Teremtőt, a gondviselőt tiszteljük és megbecsüljük. De jogosan merül fel az a kérdés a kedves nézőben és mindannyiunkban, hogy hogyan tiszteljük, hogyan becsüljük azt, akit nem ismerünk, akiről nem igazán hallottunk, nem tudjuk, hogy ki ő, szerete bennünket, törődik-e velünk. Jézus, amikor ezen a földön járt, egy nagyon szép példatörténetet mondott arra nézve, hogy hogyan is gondolkodik Isten rólunk, hogyan is gondol Isten az emberekre. Egy pásztor esetét említette, amikor is 100 juha közül az egyik a hegyek között eltévejedett, elveszett, és az esti névsor olvasásnál, az esti számlálásnál kiderült, hogy hiányzik egy báránykája. Úgy döntött, hogy nem hagyja annyiban, utána megy, talán már rá is esteledett, és hosszú idő eltelte után, talán már a kis elveszett bárány nem is tudott magáról életjelet adni, találta meg valamelyik szakadékba lezuhanva. Ezt a történetet Jézus azért mondta el az ő tanítványainak és az ő barátainak, hogy Isten örül annak, aki biztonságban van, annak a 99-nek, de sokkal jobban örül annak, ha bennünket, elveszett embereket, a földön élő és Istent kevésbé ismerő és kevésbé tisztelő embereket kereshet, és előbb-utóbb megtalálhat. Isten nem úgy vár, és nem úgy szeretné tőlünk azt, hogy tiszteljük őt, hogy nem tesz értünk semmit. Az Isten nagyon sokat tesz értünk. Az általad említett bárány visszatérő motívum egyébként a Biblia jelképrendszerében. A 100. Zsoltár is tartalmazza ezt a képet, olvasnék belőle egy részletet. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk, az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Ez a szemlélet azt tükrözi számomra mindenek előtt, hogy az Isten nem csak teremtő, nem csak fenntartó, hanem gondoskodó Úr is, mert a bárány többes számban, úgy mint juhok, vagy több juh, ugye a nyáj, mindig azokat az Istenben bízó, Istent ismerő embereket jelöli, akikről egyenként és minden szükségletüket betöltően gondoskodik az Úr. Ennek a Zsoltárnak a szerzője másik három tulajdonságot is megemlít erről a gondoskodó Úrról, amelyek nagyon különösen hathatnak a mai sok-sok bizonytalansággal terhelt és az emberi álhatatlansággal terített világunkban. Ez az alkotó és fenntartó Úr ugyanis jó, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Milyen nagyszerű egyszerűen csak elgondolkodni ezen a lehetőségen, hogy ennyi bizonytalanság között létezik egy olyan felsőbb hatalom, akinek ezek az értékes és minden vitán felülálló értékes tulajdonságai állandóak és örök jellegűek, és mindvégig fennmaradnak az emberi történelem folyamán. Ha létezik egy ilyen alkotó, aki ráadásul mindenható, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az emberiség története benne a megannyi
egyéni sors történetével egy biztos cél felé halad. Mai világunkban nagyon sokan élnek a létezésünk okának a bizonytalanságában. Az iskolában nem hallunk arról, hogy egy intelligens és bennünket szerető lény alkotott bennünket, és nagyon kevesen tudnak arról, hogy Isten nem csupán létrehozta ezt a világot, és nem csak a földünket rajta, a legkisebb sejteket, az emberiséget, az állatvilágot, a természeti környezetet, sőt az egész csillagrendszer, csillagvilágot, hanem ezt fent is tartja, folyamatosan gondot visel rólunk, és folyamatosan törődik velünk. Felmerül a kérdés, vajon tisztelhetjük-e Istent, aki szeret bennünket, tényleg szeret bennünket, tényleg gondoskodik rólunk, tényleg becsülő bennünket, törődik velünk. Hogy látjátok az ő személyét? Mit tudhatunk, mit adhatunk át az embereknek az ő személyéről? Erről jut eszembe Pál apostol néhány gondolata. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Hogyan hívják ezért segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Hogyan hallanának pedig prédikáló nélkül? Én még nem ismerem annyira jól a jó Istent, de annyira igaznak tartom ezt az idézetet. Igen, kell egy jó prédikáló. Én igazából keresztény emberként nőttem, keresztényként nőttem fel. Eljártunk a templomba, megtartottuk az ünnepeket, de igazából nem ismertem közelről az Urat. Gyermekeinket nem hívőként neveltük fel, de megadtuk nekik a lehetőséget, hogy megismerhessék a különböző vallásokat. Gyermekeink meg is találták az Urat, és én a gyermekeim révén, a leghűbb prédikálók révén ismertem meg az Urat. Volt egy nehéz időszakom, amikor elég gyakran kerestem és hívtam az Urat segítségül, mert ugye, hogy az ige is mondja, nyomorúságodban találsz meg engem. Volt egy olyan időszakom, amikor megszűnt a munkaviszonyom, és 2 évig munkanélküliként idénymunkákkal próbáltam áthidalni ezt az időszakot. Háborogtam, kerestem az Urat, imádkoztam, és azt éreztem, hogy nincs segítség. Nagyon nehezen tudtam kivárni ezt az időszakot, aztán megjött a segítség, nem úgy és nem olyan módon, ahogy reméltem, és nem olyan könnyen, de hírét kaptam annak, hogy az átmeneti otthon, a családok átmeneti otthona nyílik Nágocson. Ez egy egész más munkaterület volt, mint amiben dolgoztam. Emberekkel foglalkoztam régebben is, de hát más minőségben. Kétségeim voltak, tudom-e csinálni, hogyan tudom majd elvégezni ezt a feladatot. Aztán Tibor is próbált meggyőzni arról, mikor kicsit úgy jobban áttekintettük a dolgokat, hogy nem biztos, hogy ez a terület lesz, mivel hogy ismerte, hogy korábban milyen területen dolgoztam, hogy akár anyagilag, vagy esetleg erkölcsileg is ugyanazt kapom-e vissza, mint a másik munkaterületről. Én pedig úgy voltam vele, hogy nekem ez a munka kell, nem azért, mert nem volt munkám, hanem azt éreztem, hogy nekem ez a munka kell, nekem ez a munka egész mást ad, és én megharcoltam ezért a munkáért, és örülök, hogy megharcoltam. Mennyire érezted ebben Isten vezetését? Nagyon is éreztem, mert a megbotlások, amikor úgy éreztem, hogy már nem akarok munkát találni, és mindig egy ilyen érzés volt, hogy de nekem ez a munka kell. Én sokszor utána elgondolkodtam azon, hogy azon a másik munkaterületen miért szűnt meg, én mondtam fel. Tehát megszüntettem azt a munkaviszonyt. Hogy miért mondtam fel, miért adtam fel egy biztos megélhetést. És
soha nem volt kétségem afelől, hogy meg fogom találni. Tehát hátulról valahol a lélek mélyén mindig éreztem azt, hogy egy jobbat kapok, és tényleg olyan területre kerülök, ahol szolgálhatom az embereket és az Urat. A munkahely minősége, a beosztotti, a főnöki viszony életünket meghatározó, és mindenképpen Isten vezetését jó, hogyha tapasztaljuk abban is, hogy mikor milyen hivatás, milyen munkát, milyen munkahelyet találunk, kapunk, rendeltetik nekünk. Én is úgy látom, hogy sokan azért nem keresik, nem becsülik, nem tisztelik Istent, mert nem ismerik őt. Istennek terve, szándéka az, hogy a kedves nézővel, mindannyiunkkal, minden emberrel személyes kapcsolatot építsen ki, és személyes szükségleteinkről gondolkodjon, gondoskodjon. Így beszélt az ő tanítványainak, Máté evangéliumából idéznék néhány igeszakaszt, néhány igeverset. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok azoknál. Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy miben ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a mennyei atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Egy rövid tapasztalatot szeretnék elmondani, pont Isten gondoskodásáról, ez ráadásul egy anyagi természetű tapasztalatom. Tandíjat vetettek ki főiskolai tanulmányaim közepette, és szüleim nem tudtak támogatni anyagilag, és a hátralevő 4 fél évemet tandíjjal együtt kellett volna elvégeznem, de hát a szerény ösztöndíjból a tandíjat és a megélhetésemet nem tudtam biztosítani. Amikor ez a rendelet kijött, akkor azt mondtam Istennek, hogy Uram, ha te megengedted nekem azt, hogy ezt a tandíjat be kelljen fizessem, akkor nincs más választásom, én rád bízom azt, hogy előteremted ehhez az anyagiakat is, azt a pénzösszeget, amely elegendő lesz erre. Egyéni tanrendre mentem a főiskolára, de ahol elkezdtem dolgozni, a fizetésem éppen arra volt elegendő, hogy a munkahelyemről a főiskolára elutazzak, illetve a mindennapi kenyeremre, némi ruházatra. Esélyem nem volt, hogy miből fizessek én tandíjat, feladni pedig nem szerettem volna a tanulmányaimat. 1-2 hónapra rá, ahogy ezt az imádságot elmondtam a Jóistennek, a gondviselő Jóistennek, érkezett egy kedves barátom, aki német anyanyelvű, Németországból, és mondta, hogy hozott nekem 1000-est. Hát ki nem örülne ma is 1000 forintnak, de azt mondta, hogy ebben nem forint van, hanem márka, 1000 márka. És képzeljék el, kedves nézők, ez az összeg pont arra volt elegendő, hogy félretettem a Jóistennek járó 10-et ebből az összegből, és a maradék pedig pontosan elegendő volt a 4 fél éves tanulmányaimra, a tandíjra, amit ebből az összegből be tudtam fizetni, és így nekem továbbiakban a tandíjra nem volt gondom. Máig egyetlen egyszer találkoztam azzal az idős nyugdíjas hölgyel, aki hallott valamennyit az én munkámról, a gyerekekért végzett szolgálataimról, és azt a késztetést kapta Jóistentől, hogy az ő nyugdíja melletti kis megtakarított összegét elküldje az én részemre. Én ilyennek ismerem a Jóistent, és ezért gondolom azt, hogy aki figyelmes, aki nyitott arra, hogy tapasztalatokat szerezzen a Jóistennel, és hajlandó bízni benne, annak az Isten tud hasonló tapasztalatokat adni. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel? Van ilyen Istennel szerzett tapasztalatotok, amikor éreztétek, hogy bajban, bánatban,
nehézségben, ő a ti támaszotok, védelmetek, fájdalmatok enyhítője, örömötök forrása. Az Isten kegyelme és vigasztaló ereje nagyon is valóságos a számomra. A nézőkkel az életem egy olyan szakaszából szeretnék egy tapasztalatot megosztani, amikor még az Isten jóságáról nem sokat tudtam. Együtt kutattuk, hogy kicsoda is az Úr, egy fiatal emberrel, akivel nagyon szerettük egymást, és közös jövőt tervezgettünk. Aztán egyszer csak felbukkant az életünkben egy nagyon vonzó és intelligens fiatal hölgy, akiről én azonnal láttam, hogy nagyon nagy hatással van a páromra, és később kiderült, hogy ez iránt, a lány iránt ő korábban, még a középiskolás éveik során reménytelen szerelmet táplált, de a félrevonulásaikat, a találkozásaikat mindig barátságként értelmezték. Egy idő után a volt párom nagyon tisztességesen elém állt, és elmondta ezzel a hölgyel kapcsolatos érzéseit, és arra kért, hogy ne találkozzunk soha többet, így lesz nekem is jobb. Én ebbe eleinte nagyon nehezen tudtam beletörődni, mert én ekkora lánggal, hévvel azelőtt egy embert sem szerettem, mint őt, és többször felkerestem őt a lakásán, és kértem, hogy mégis folytassuk tovább a kapcsolatunkat és a közösen tervezett életünket. Ő nagyon kíméletes és tapintatos volt mindvégig, de kitartott a szakítás mellett. Amikor bennem realizálódott az, és felfogtam, hogy bármit teszek, vége és örökre vége, és nem tudom visszafordítani, olyan égető űrt éreztem a testemben, hogy úgy éreztem, hogy én bele is fogok pusztulni ebbe a fájdalomba. A szüleim sem tudtak igazán megvigasztalni, bár jelen voltak testben, lélekben, de később tudtam csak ezt igazán értékelni. Én akkor bezárkóztam a szobámba, és úgy éreztem, hogy egyetlen egy mencsváram van. Tényleg annyira egyedül vagyok ebben a bajban, ebben a vesztességben, hogy csak egy valaki segíthet. Én letérdeltem akkor az ágyam mellé, és úgy hívtam segítségül a jó Istent, mint az én gondviselőmet. Kiöntöttem előtte a szívemet, elmondtam, mennyire kétségbe vagyok esve, mennyire tehetetlennek érzem magam, mennyire elviselhetetlen az az űr, amit tapasztalok, érzek a testemben, a lelkemben. És hogyha az akkori fájdalmamnak a mértékét számskálához viszonyítva 10-esnek vesszük, már az imádság ideje alatt ott a térdeimen ez a fájdalom szint 2-esre csökkent. És utána jöttek szép és jó gondolatok, hogy ha bárki is elhagy, de az atya nem fog elhagyni a te atyád soha. Krisztus érted is feláldozta az életét, és adott neked olyan képességeket, tulajdonságokat, amelyekkel az embertársaid javát szolgálhatod. És már itt, ezen a földön, bár történnek nagyon fájdalmas dolgok velünk, és mindannyian átélünk veszteségeket, de hasonló gondolkodásúakkal munkálkodhatunk a menny légkörén. Évekkel később aztán kaptam a jó Istentől igazán hozzám illő társat, akit valóban ő hozott elém, a férjemet, de ez már egy másik történet. Isten nagyon sokat tesz értünk emberekért nap mint nap. Kedves néző, te is, ön is, nap mint nap döntést hozunk arról, hogy észrevesszük-e, vágyunk-e észrevenni Isten személyes munkáját az életünkben. Az előbb idézett hegyi beszédből, Máté evangélium a 6. fejezetéből szeretném idézni újra az egyik részletet, hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Valóban tapasztalhatjuk azokat a jogos kérdéseket, hogy mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk. Tömegek éheznek ezen a világon, tömegek vannak ruha nélkül, míg mások nagyon nagy gazdagságban azt se tudják, hogy hova tegyék anyagi javaikat,
mire költsenek, még milyen szórakozásra, hobbikra. Ez már nem az a világ, amit Isten eredetileg tervezett nekünk. A teremtés óta nagyon sokat torzult. De mindaz, aki vágyik Istent segítségül hívni, hallottunk ugye már erről itt tapasztalatokat, vágyik arra, hogy Isten személyes Istene legyen, személyes gondviselője legyen, annak az életében Isten minden szükséget, amire valóban szükségünk van, szeretne betölteni. Te, kedves néző, döntesz arról, hogy ezekre nyitott vagy-e, vágysz-e erre. És mielőtt ezt a beszélgetést lezárnánk, még egyszer próbáljuk meg felidézni a zsoltáríró szavaival majd azt, hogy mit is jelent Isten hatalma ezen a földön, amit az egész világ mindenségben egyedül ez a föld nem vesz igazán számításba, egész pontosan a földnek az ember nevű lakója vesz kevéssé figyelembe, hogy Isten milyen hatalmas, de nem csupán hatalmas, hanem jó is hozzánk, és vágyik arra, hogy észrevegyük az értünk való munkálkodását, hogy mindezek után abból nekünk örömünk, békességünk származzon. A Zsoltárok könyve beszél arról, hogy Isten milyen hatalmas. Sokkal többre képes egyetlen szóval, mint az összes emberi bölcsesség. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül. Akinek kezébe vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi. Akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le. Essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát. A Biblia beszél arról, hogy Isten rövidesen helyre fogja állítani a földünket is. A tudomány már nem véletlenül beszél arról, hogy gyermekeink, unokáink élete ellehetetlenül ezen a földön nem tartható fenn tovább. Sem a fejlődés, sőt az emberi létezés is teljesen alap nélkülivé válik. Isten rövidesen visszatér, és ki fogja hirdetni az ítéletét mindannyiunk felett, és annyira vágyik arra, hogy azok, akik eldöntötték az életükben, hogy szeretnék Istent megismerni, szeretnék őt becsülni, szeretnék őt tisztelni, azoknak az élete ne lezáruljon, hanem egy sokkal jobb, sokkal áldottabb, biztonságos körülmények között folytatódhassék. A Biblia beszél arról, hogy Isten rövidesen a földünket újjá fogja teremteni. Ehhez az újjáteremtéshez azonban szüksége van egy ítéletre, szüksége van arra, hogy mindazok az emberek, akik viszonozzák az ő értünk végzett gondoskodását, gondviselését, akik viszonozzák tiszteletükkel, megbecsülésükkel Isten értünk való munkálkodását, azoknak az életét egy örök élettel ajándékozza meg. A tudomány mai állása szerint gyermekeink, unokáink élete nem lesz fenntartható már bolygónkon, annyira szennyezett ez a világ. Isten viszont arra vágyik, hogy minél több ember ismerje meg őt, szeresse meg őt, tanuljuk meg tisztelni őt, megbecsülni őt. Nem neki van szüksége erre a megbecsülésre, erre a tiszteletre. Ez egy értelmes döntés, ez egy értelmes magatartás a ma embere számára, te számodra, mi számunkra, hogy mi figyeljük naponta Isten értünk végzett munkáját, és ezért hálából mi is figyelembe vesszük az ő kéréseit, és megbecsüljük, tiszteljük az ő személyét, az ő törvényeit, és mindazt, amit értünk tesz, és tenni fog a jövőben. Hallhattak itt, kedves nézők, sok tapasztalatot, munkatársaimtól tőlem is. Személyes tapasztalatom van arra nézve, hogy Isten szeret, Isten nem kötelez téged és engem a tiszteletre, ez egy értelmes döntés, ez egy értelmes választás,
hogy megismerjük a teremtőnket, megismerjük a gondviselőnket, és mindezen megismerés arra késztet, arra ösztönöz téged és engem, hogy vágyjunk az ő tanácsai, az ő parancsolatai szerint élni, járni, tisztelni és becsülni őt. És nagyon vágyom arra, vágyunk arra, hogy találkozzunk ott, abban az új világban, ahol már nem lesz többé gyász, fájdalom, nem lesz több olyan esemény, ami pusztítaná a földünket, hanem az örök fejlődést, a kreatív, az alkotó tevékenységet jelentheti mindannyiunk számára.